Grúzia jelenlegi lakossága úgy 4 millió főre tehető. Ebből a 4 milliónyi főből Grigol lelkész az egyike a csupán két grúziai hetednapi adventista lelkésznek. Nem sok munkásunk van, emiatt sokan közülük lelkészi hatáskörben tevékenykednek. A kihívás nagy, mivel az erőforrásaink is korlátozottak. Grigol lelkész Batumiban, Grúzia második legnagyobb városában él, egy kikötővárosban. A misszió kihívásai napról napra nagyobbak, mivel számos új lakást, kaszinót és egyéb létesítményt adnak át az imaház környékén. Sokan egyszerűen nem bíznak meg az emberben, amikor Istenről kezd beszélni. Már ez is egy kihívás. Habár történetileg Grúzia a második nemzet, amely hivatalosan elfogadta a kereszténységet, az adventizmus nehezen tudott itten meggyökerezni. Az adventista egyház Grúziában nagyon kicsi. Az országban úgy 300 adventista él elszórtan. Batumiban van egy körülbelül 40 tagot számláló gyülekezetünk. A szerény létszám ellenére a batumi gyülekezeti tagok előnyben részesítik a missziót. Számos különféle eszközt használnak Krisztus módszerével összhangban. Miután megbarátkozunk az emberekkel, mondjuk különféle szociális vagy segélyprogramok alkalmával a rászorulók számára, közeledni kezdünk hozzájuk, és ők is megnyílnak, és közeledni kezdenek, megbízni bennünk. Az egyik újabb szükséglet az ukrán menekültek érkezésével alakult ki. A batumi adventisták a gyülekezetben fogadják őket különféle foglalkozásokon és programokon. Ma például angol nyelvleckéket tartunk. A nyelvleckék kitűnően alkalmasak arra, hogy az ukránokat összegyűjtsék és a közösséget erősítsék. A nyelvleckék segítségével sikerült nekik is egy közösséget létrehozni hazájuktól, Ukrajnától távol. Itt odafigyelésben és gondoskodásban van részük, a gyülekezetben grúz nyelvleckéket is tartanak. A grúz nyelv ismerete pedig segít nekik munkahelyet találni, így könnyebben beilleszkedhetnek és otthonosabban érzik magukat. A projektek segítségével megbarátkozunk velük, néha kérdéseket is tesznek fel a gyülekezetről, hitelveinkről, mi pedig válaszolhatunk. Hiszünk abban, hogy ezeknek a tevékenységeknek eredménye van, közülük néhányan talán bent maradnak a gyülekezetben. Grigol lelkész és a batumi adventisták régóta imádkoznak egy városi befolyásközpont felépítéséhez szükséges pénzalapért, amelyben volna elég hely több közösségi program lebonyolítására is. A jelenlegi épület ehhez túl kicsi. Vannak kihívásaink, mivel nincs elegendő hely, hogy mindent lebonyolítsunk, amire szükség lenne. Az angol nyelvlecke lebonyolítására például kénytelenek vagyunk magát az imatermet használni. Talán helyre volna a legnagyobb szükségünk. Ebben az évnegyedben a 13. szombati adományok egy részéből egy városi befolyásközpontot építenek a grúziai Batumiban. Az épület nagy segítségére lesz az ottani missziónak. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számunkra, hogy sokan gondolnak ránk és szívükön viselik az országunkban folyó tevékenységeket. Kérjük, imádkozzanak a batumi gyülekezet tagjaiért, akik embertársaikat szolgálják naponta. Köszönjük a 13. szombati adományokat.